Nyilván egy edzőmeccsen nem az eredmény a fontos, de azért mégis 3-0-ra kikaptatok. Mesélj, és milyennek láttad a játékosokat? Hát persze, kikapni mindig rossz, és a 3-0 az tényleg súlyosnak tűnik, és az is, úgyhogy azzal nincsen semmi gond. Fáradtak voltunk, de arra nem lehet fogni azért 3-0-at. Nekem is ismerkednem kell a játékosokkal, leszűröm is a következtetéseket. Azért azt lehet látni, hogy ki bírja jobban a fáradtságot, ki nem. De hát gratulálunk a Siófoknak, sok sikert a bajnoksághoz. Mesélj arról, hogy érzed magad itt a Honvédon, hogy az első edzőmeccsed az elég jól sikerült. Nagyon jól érzem magam, jó a csapat szerintem, jól összeálltunk, jó a szakmai stáb is, készülünk a bajnokságra, bízunk benne, a következő meccsre sikeresebbek leszünk. A keret az mennyire teljes szerinted, van-e még bizonyos posztokon szükség erősítésre? Hát most a keret az mindig képlékeny. Úgyhogy egy jó és erős keretünk van, ebbe bele lehet kerülni, ebből ki lehet kerülni, úgyhogy ezért jók ezek az edzőmérkőzések, amikor az ember, hogyha még nem is ismeri annyira a keretnek a játékosait, le tudja szűrni azokat a következtetéseket, amiket fontos leszűrni, hogy alakuljon a keret. Ugye két név nyilván nagyon érdekli a szurkolókat, itt például Eppel Mártont ugye láttuk az Eto Hotel éttermében, ő neki van-e esélye itt folytatni, illetve hogy Davide Lanzafamiról lehet-e tudni valamit? Hogy... Nézd, hát két jó csatáról beszélünk, mind a kettő a Honvéd játékosa volt, lehet, és az meg kiderül, hogy mit hoz a jövő. Most az Epi az itt ez velünk, nincsen csapata, abszolút egy pozitív jelenség így a csapatnak is, meg a hozzáállásával is. A Davide extra szabadságot kapott, és ő végzi azt a felkészülést, ami segíti majd ahhoz, hogy utána, ha visszamegyünk az edzőtáborból, akkor csatlakozzon a csapathoz. Milyen a közös munka Boldog Tamással, milyen edző? Teljesen jó benyomások vannak, normális, jó edzőnek tartom, jók az edzések, jó hangulatban, de kemények azonban. Menjünk tovább. Igazoltatok egy fiatal csatárt is, Tóth Gábor Kristóf személyében, aki elég jól szállt be az első meccsein, elég sok gólból kivette a részét. Róla mi a véleményed, így fiatalon mekkora erőssége lehet a csapatnak? Abszolút, ő is ugyanúgy, azért lett hozva, mert tényleg egy jó játékos, akiben nagyon nagy lehetőség van, és eddig az edzéseken is, meg a mérkőzéseken is azt adta, amit vártunk, vagy legalábbis amit reméltünk, hogy kapunk tőle, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ő erőssége lesz a Honvédnek. Nyilatkoztak róla többen is, például Urbány István, aki például azt mondta, hogy hosszú távon csatárkoztató megoldás lehetsz a válogatottban is. Nem tudom, hogy olvastad, de mit szóltál, amikor ezt hallottad, és mennyire motivál az, amikor neked hall az ember? Nagyon jó érzés persze, hogy ilyeneket mondanak rólam, de ezzel nem foglalkozok különösképpen, ugyanúgy dolgozom tovább, és bízom benne, hogy jól sikerül a folytatás. A bajnokság mellett el fog indulni itt az Európa Liga selejtező is, még nem ismeritek az ellenfeleket. Mennyire nehéz, lehet-e így már egyáltalán készülni arra? Hát ez a mérkőzés annak a jegyében zajlott, úgyhogy bízok benne, hogy a Siófokkal nem kerülünk össze. Hallottunk olyasmit, és az mennyire igaz, hogy egyébként a Vasas is keresett meg téged, és ha igen, akkor miért a Honvéd mellett döntöttél? Volt erről is szó, több ok miatt is így döntöttem.